Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megtekintjük, hogy mit tervez, mi a gondolata, az középen látható itt felül és alul. Az ő szemében te vagy itt a királynő, és uralkodsz az érzelmek felett, ő csodál téged. Itt is láthatóak a kelyhek, amik jelentik az érzelmeket. Ennél a képnél vannak gyönyörű emlékek a múltból, és tervez veled egy találkozást. Vannak szép, romantikus gondolatok nála. És hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? Sajnos, itt feltűnik az ördög. Ezek lehetnek negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, vagy az is lehet, hogy féltékeny. De lehet egy hamis személy a környezetében, egy nő vagy egy férfi, valaki, aki ártani akar neki. De megvan a hitem, hogy a fő papnő majd segít, és minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Az is lehet, hogy érdekli őt egy spirituális terület, és itt vannak irigy emberek a környezetében. Ami kettőtöket illet, itt látható a bizalom, és az is, hogy közeledik érzelmekkel hozzád. És mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható, amennyiben te egy hölgy vagy, látható itt a szomorúság, hiszen vársz rám. Azon kívül vannak fájdalmas emlékek a múltból, de azért megvan a remény, hogy minden jóra fordul. Figyelj ide, erre a képre. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Tehát ez a férfi szeret téged, de nem mutatja ki ezt nyíltan, hanem így kukucskál itt a kelyhek között, figyelget téged, de te ezt észre sem veszed. Ami ezt a lovas férfit illeti, ez lehet egy más férfi is, és ő kíváncsi, hogy ki közeledik hozzád, vagy milyen kapcsolataid vannak az interneten keresztül. Persze ez a lovas férfi jelentheti az ő hozzáállását, először figyelget téged, aztán majd közeledni fog. Persze erről nem számol be. Itt látható a tűz eleme, az jelenti a mozgást, meg a lelkesedést, meg a bátorságot, és jelenti a szenvedélyeket is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt valami lezárul. Például ez a hamisság, vagy egy hamis kapcsolat. Az is lehet, hogy ő még csendes, visszahúzódó, de tervezi ezt a találkozást. Itt az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Az utak jelenthetnek fontos döntéseket, és hogy melyik úton kell haladni. Vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy útban van hozzád, ami itt is látható, sőt itt is. Itt vannak még viták, veszekedések. Lehet, hogy ennek is így kell lennie, hiszen az a feladata, hogy tisztázzon bizonyos dolgokat. Persze az is lehet, hogy érdekli a spirituális terület, és valaki támadja őt, vagy kritizálja őt, hiszen vannak irigy emberek. Kiderül az igazság, az is lehet, hogy ez az ördög, ez a hamis személy a nyilvánosságon jelenik meg.
Ez lehet egy internet kapcsolat is, sőt, előfordulhat, hogy valaki becsapta őt az interneten keresztül. De azért lesznek beszélgetések, meg lesz a könnyűség, ő megoldja ezeket a dolgokat. Vagy ez a kép azt is jelentheti, hogy beszámol erről. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, esetleg egy meghívás. Te itt jelensz meg, mint egy hölgy, itt is te vagy, itt láthatom még a szomorúság, hiszen vársz rá, de jönni fog, és akkor úgy rendeződnek a dolgok. Itt is látható a változás. Lesz egy pozitív változás. Lehet, hogy eddig visszahúzódó volt, ez elszomorított téged, de azért figyelt téged. Voltak itt gondjai, ezt megoldja, jönni fog, és akkor lesz itt egy boldog időszak, amit ő tervez. Az ő jelenlegi helyzetén megjelenik, itt a hamisság újra. Tehát van valaki ott a környezetében, aki hazudik neki, becsapja őt, kihasználja őt. Tehát neki óvatosnak kell még mindig lennie. A te jelenlegi helyzeted. Itt van a remény, hogy minden jóra fordul. Ez a kártya lehet egy utazás is. Sőt, ha ő távol él, akkor számíthatsz arra, hogy útban van hozzád, meglátogat téged. És ez volt az általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10.000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Meg mondom azt is, hogy mi várható a következő hónapokban, így körülbelül egy éven belül mi várható kettőtök között. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!